Kodály Zoltán Esti dal. Az Esti dal Kodály Zoltán egyik legismertebb kórusműve, az 1930-as évek teremtő korszakában született. A partitúra többek között még kínai, dán és héber szövegekkel is megjelent. Műben több nagy kórus mellett a King Singers is előadta. Népdalt Kodály gyűjtötte 1922-ben a Manógrád megyei Pászton, kórusműben szereplő első két verszakkal együtt. A harmadik verszak Szeged környékéről való, egy 1878-ban megjelenő üteményből. A zeneiskola gyermekkórusától hangozik be tehát az Esti dal. Kedves hallgatóink, most a Nagy Templom Nagy Boldogasszony kórusának műsorát hallják. Valamennyi mű a most aktuális Mária ünnephez kapcsolódik. Hangversenyünkön orgonán közreműködik a templom kántora Kárpáti Levente, vezénye Somorai Nóra. Először kérem hallgassák meg Zipfen Ribl der Engel des Herrn, az Úr Angyala című művét. Szólót énekel Szilágyi Gizella.
nagy indián regények írójának tollából, Karmájtól származik. Művének címe ugyan Ave Maria, de német szövege, melyet szintén ő maga írt, egy bensőséges, személyes ima a szűzanyához. Ezt követi egy ismeretlen német szerzőművel, O Himmelskönigin, O égi királynő. Lakatos Miklós Székely területen való gyűjtéséből került be
a Szent vagy Uram című népének gyűjteménybe, a ma is méltán népszerű Angyaloknak királynéja kezdetű népének. Józsvai Gábor a 19. század végén és a 20. század első felében élt kántor tanító dolgozta fel négy szólamú kórus művében. Melynek címe Maria Königin, Mária királynő. A mű egyik a legszebb Máriát dicsőítő zenedaraboknak. Ezután egy jól ismert és méltán kedvelt kórusművet hallanak, mely szövegének egyik részlete kicsit rövidebben, templomunkban az orgonasívok közötti falrészen is olvasható, Verlassen uns nicht Maria. Karl Kinzmüller Mutterherz című kórusművében pedig így hangzik. O Mutter! O verlass mich nicht, bis mir das auch im Tod einst bricht, vagyis ó Mária, ne hagyj el engem, amíg a szemem fénye egykor majd a halálban meg nem törik. Thank you.
lelke a Szentírásból vett dicsőítés. Mária ezer válaszú rokona Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért. Kórusunk műsorának befejezéseként Halmos László, az egyik legjelentősebb magyar egyházzenész, orgonista, zeneszerző és karnagy, közismert Magnifikát című művét adjuk elő. Szólót énekel Bahaja József. Köszönjük figyelmüket, és további szép élményt kívánunk a hangversenyen. Spiritus Sanctus.
előadásában Johann Sebastian Bach Esztúr melódiumán. Thank you.
kérem hallgassanak meg először egy Friedrich Händel művet. A német százszármazású barokk zeneszerző hangszeres előadó, mivel élete nagy részét Angliában töltötte, az angolok nemzeti zeneszerzőjüknek tartják. Nagy hatása volt a bécsi klasszikusokra, nevezetesen Haydnra, Mozartra és Beethovenre. Sing dem Herrn ein neues Lied, énekelj új dalt az Úrnak című műve hangzik fel, majd utána Herder Welten, a világok ura, Manfred Bühler német jelenkori zeneszerző műve következik. Karmestereink Neubrand Ferenc és kedves felesége Piroska, orgonán kísér Kárpáti Levente kántor. Thank you.
Billig Maria grüßen und Palenzo ihren Füßen, lieben, ja lieben will ich sie allzeit. Denn sie ist mein einziges Leben, ihr will ich mich ganz ergeben, lieben, ja lieben will ich sie allezeit. Schönste Jungfrau der Jungfrauen, tu mir Gnade, mich anschauen. Bitte, ja bitte für mich, dein liebes Kind, dass es mir seine Gnade verleihe und auf ewiglich verzeihe, alle, ja alle begangene Sünden. O Maria, dir befehle, dir mein Leben, Leib und Seele, solange ich dich, Maria, preise, alle lieb und treu erweisen, bis ich, ja, bis werde liegen im Grab. Wenn ich werde im Tod liegen, voller Angst in letzten Zügen, komme, ja komme, Maria, beizeit, steh mir bei am letzten Ende, nimm meine Seele in deine Hände, führ sie, ja führ sie zu der himmlischen Freund. Az ausztriai Vildáper kiskápolnájában leltem ezt a Máriát köszöntő szép verset, ehhez kapcsolódva a kórus női szólamai egy Mária éneket adnak elő, Maria, Mária Königin. Üdvözlét teljes nevén angyal üdvözlet egyik a legfontosabb keresztény katolikus és ortodox hívők imáinak. Fontos része a rózsafüzér imáinak. A szöveg bibliai idézeteket ötöz egybe, ma ismert formájában a középkorban ötötték. Az első részmondat maga az angyal üdvözlet, második Erzsébet üdvözlése, ahogy ma az evangéliumban is hallottuk. Az imádság másik fele az egyház konkrétan 6. Sándor pápa által hozzáfűzött esedezés. Most német nyelven adjuk elő ezt az imán, egy Grüßer Seist du Maria Ludwig Moritz feldolgozásában. Thank you.
Erőt kértem az Úrtól, s a nehézséget adott, melyekkel megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes indulata helyett alkalmat kaptam a jóra. Semmit sem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Handel, Szerszész operájából, Gross bist du Herr, Hatalmas vagy Uram című tétel következik, önálló műsorunk utolsó darabjaként. Thank you.
énekkel szeretnék búcsúzni Önöktől, kedves nézőink. Ave Béravi Hinitas, tengernek fényes csillaga, Josquin des Prez, francia zeneszerző szerzeménye. Josquin des Prez 1450 és 1521 között élt, franco-flamand zeneszerző, Palestrina előtti időszak legnagyobbja, a zene fejedelme, uralkodók és egyházi emberek során bővölt el zenéjével. Működése révén végérvényesen vége lett a középkori zenének, a reneszánsz utat tört magának ezen a területen is. Josquin a szövegre építvel ragadta meg a zenei mondanivalót, ő volt az első, aki az Ószövetség történetei alapján írt motettákat. Közös előadásunkban következik tehát ez a gyönyörű motetta, Ave Béravi Hinitas, tengernek fényes csillaga. Eszterházi Pálkrázban és Nagyszombaton nevelkedett a jezsuitáknál, ahol mind a egyházi zenével, mind a népzenével közeledő kapcsolatba került. Zenei munkásságának legjelentősebb darabja a vallási témájú dalokat feldolgozó Harmonia Celestis, Mennyei Harmonia című műve, amit 1699-ben komponált, és 1711-ben valószínűleg Bécsben adták ki, és a mai napig kiemelkedő helyet foglal el a magyar zenetörténetben. Az egyes darabok a liturgikus év és ünnepnapjai sorrendjében követik egymást. A darabban Jézus és Mária dicsőítésére született zeneművek dominálnak, 9 liturgikus szöveg megzenésítésével. A dallamok javarészt tiszta és egyszerű felépítésűje, folyékonyak és a több szólamba való mesteri bánásmódra utalnak. Hangozzék fel a műből Veni Creator Spiritus című tétel, mely Sík Sándor átköltésében így hangzik. Ó jövel, lélek jövel, és szívünk lelkünk töltsd el, alleluja. Te alkotád a szíveket, hozd néki bő kegyelmedet, alleluja. Szólott énekel Szilágyi Gizella.
elbocsúzva szeretnék megköszönni vendégeinknek és karmestereinknek a mai estét. Kérném, fáradjon a közönség elé egy utolsó tapsra. Horsné Törökemesét szeretném kérni. És Tárcsik Zsuzsannát, aki csálon közleműködött. Már el nem, bocsánat, akkor átfogom. Karmester és Somorai Nórát szeretném kérni. Kárpáti Levente kántor urat szeretném kérni. Negyben Feneszné Piroskát és Feri bánt. Kedves közönségünk, ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Útra való kérem, hallgassanak meg szokásom a szíven egy középkorból származó fohász. Ó Mária, terjeszt ki palástot, tárd ki ránk bőke belét. Befogja az az egész világot, mely segélyért est felét. Es, mert olyan a mi gyarlóságunk, súlyos bűnbe botlanánk, akkor is te légy a mi istápunk, csodatévő szűzanyánk. Ha körülvesz betegség, bú, inség, mint ellenség tábora, ha megindul kebelemben ismét könnyeimnek zápora, ha végóránk üt, s a szort halálra csatát kell majd küzdenünk, anyai szép irgalmával végpercünkön légy velünk. El ne hagyd, ó Mária, el ne hagyd. Dicsértessük a Jézus Krisztus.